másnap délelőtt. Nem hiszem el, ráírtam már egy órája, és még mindig nem válaszolt. Már utál engem? Kire írtál? Szerinted kire írtam? Ja persze, tudom. A legjobb barátnődre. Nekem is nagyon hiányzik. Nem a legjobb barátnőmre, a pasimra írtam. Ja. Jó már neked, te legalább mindig tudsz vele írogatni. Én már lehet soha többet nem is találkozom vele. Csak ez a plüssjáték fog megmaradni emlékbe. Haj. Lehet, hogy tudok vele írogatni, de nem biztos, hogy válaszol. Már egy órája ráírtam, de látta is. Nem értem, miért nem ír vissza? Megnézem már, mit csinálnak ott. Már megint veszekednek. Haj, jól kezdődik ez a nap is. Gyerekek, ne veszek... Mi ez a nagy rumli? Azt kértem, hogy pakoljatok össze. Nem az, hogy ide a földre. De anya, nem ír nekem vissza a pasi, mit csináljak? Hagyjad már! Nem látod, hogy éppen tiszta üres ez a ház? De te akkor is még csak a telefonodon... Csak a telefon a legfontosabb. Anya! Mi van? Pakoljatok össze, és talán te irogathatsz, te meg játszhatsz. És ne veszekedjetek. Nem veszekedtünk. Igen, tényleg nem veszekedtünk. Jó, van, akkor pakoljatok össze, és csinálhattok felőlem akármit. Figyelj, akkor szerintem ezt döntsük el. Akkor, mivel te alszol fönt, ez lesz itt a te részed, ez itt az én részem, ez az alsó. Ide még nem tudom, mit pakolunk, és ide fogjuk a táskákat pakolni. Jól van. Vagy tudod mit? Ide az alsó részre pakoljuk majd a játékaidat, oké? Okay? Jól van. Akkor én ezt ide le is pakolom. És te is pakolhatsz. Ja, meg még a táskám. De hogy álltok? Anya, már pakolunk. Én egy kicsit telefonozok. Kimegyek. És? De nem is pakoltatok össze, még itt egy csomó lom. Hát anya, az már a tesó cucca. És? Segíts a tesódnak. Ő se segített nekem. Nem érdekel, akkor... Előről kezditek szépen az egészet, és ti két testvér vagytok, segítetek egymástak. Anyu, azt kérted, pakoljuk össze már, ez sem mindegy? Háj, hihetetlen. Nem segítenek egymástak. Ez valami hihetetlen. Édesem, most éppen kezdődik a kedvenc sorozatom. Nagyon jó. Akkor én megcsinálom az ebédet. Készen is vagyunk. Kinyomta? Kinyomta? Már nem is szeret? Kinyomta a telefont, érted? Nem veszi föl a telefon. Ez nagyon undokság. Ez már egy bunkó. Ez a pasi egy bunkó. Inkább ugye pakoltam a játékokat. Jól van, az nem az én dolgom. Felőlem pakolhattad volna akárhova. De ezt nem hiszem el! Nem veszi föl a telefont, nem válaszol vissza. Mi lesz a következő? Letilt? Na, készen vagytok? Ó, úgy látom, már készen vagytok. Ide meg ide szerintem még kéne valami. Azt majd kitaláljuk. Na mindegy, nagyon ügyesek vagytok. Átívjuk azt a csajt. Melyik csajt? Tudod, aki tegnap volt nála, csak nem tudom a nevét. Azt hiszem Sunny volt. Sunny, igen. Nem hívjuk át? Miért? Tudod. Ó, persze, már értem. Na, menjünk. Ó, valakik csengetnek. Na mindegy, megnézem, hogy ki az, vagy kik azok. Jó napot kívánok! Sunny anyukája, igaz? Igen, én vagyok. Ti meg vagytok Sunny barátai. Igen. Ó, úgy örülök, hogy így összebarátkoztatok. Biztosan Sunnyért jöttetek, igaz?
Igen. Hallom ám, hogy jó sminkeltek ám ott. Biztosan megint valami jó kis partit akartok. Szandi, jöttek a kis barátnőid. Szuper. Nem jössz még egy kicsit játszani? Most nem. Akkor ugye jót fogtok sminkelni. Viszlát, anya. Ó, hát én azért tudom, idegestő az anyám, szereti mindenbe beledugni az orrát, úgy utálom, amikor ezt csinálja. Nagyon tetszesz nekem. Tudom, én mindenkivel ilyen vagyok. Szerintem mi így hárman tökéletes csapatot alkotnánk. Figyeljetek, én most nem iszom. Tehát ezért hívunk meg. Igyál már! De figyeljetek, lányok, én most nem iszok. Ez nagyon rossz. Ez nagyon rosszat tehet. De csak 16 évesek vagyunk. Na ide figyelj, többet nem hívunk meg. Vagy iszol, vagy húzol innen. Akkor húzok innen. Nem, rosszul fogalmaztam. Vagy iszol, vagy iszol. Nincs választásod. Vagy iszol, vagy iszol. Csak az egy választásod lehet, hogy iszol. Na lányok, én nem iszok. Légy szíves, hagyjatok engem békén. Én nem az a lány vagyok, akit kerestek. Figyeljetek, nyugodtan igyatok, engem nem zavar. Csak akkor, mit tudom én, iszok egy kis vizet, vagy valami kakaót, vagy teát, vagy nem tudom, valami üdítőt. Nem, fiát iszol. Lányok, ti nem értetek? Nem értetek a szép szóból? Azt mondtuk, hogy iszol, te nem értesz a szép szóból. Jól van, ha még egyszer azt mondjátok, hogy igyak, akkor elmondalak anyukának. ez az obi szöveget tolod nekünk? Úgy értem, hogy anyukám föl fog jelenteni titeket és a ti szüleiteket. Szerintem te nem ismersz minket eléggé. A szüleink ugyanennyi alkoholt ittak, mint mi, és kiküldtek minket. Igen, kaptunk egy kis pénzt, és vettünk egy házat. Szóval nektek nincsenek szüleitek? De vannak szüleink, csak ők is ittak. Igen, kaptunk pénzt, összegyűjtöttek nekünk pénzt, tudtunk venni egy házat, és így tökéletesen el vagyunk. Ja, meg a nagymamánk tök gazdag. És akkor miért nem a nagymamátoknál laktok? Nagymamákat csak a pénz érdekli. Nem zavarja, hogy külön házban lakunk. Na jó. Elég volt, én mentem innen. De gyere vissza! Ó, mi történt? Kicsit összevesztünk. De már! Mi vesztetek össze? Békülj ki velük! Még csak most jöttünk ide, biztos? Mit mondtál nekik? Mit mondtál már megint? Nem csoda, hogy nem ír neked vissza az a fiú. Hát ha mindenkivel így viselkedsz... Anya? Azt mondtam nekik... De mit mondtál? Kíváncsi vagyok. Kíváncsian várok már megint. Már megint miért kevertet a szart? Kedves anya, azt mondtam nekik, hogy nem piálok többet. Szóval ittál? Igen, ittam. Na, ezt most fejeztük be! Na, ide figyelj, elveszem azt a telefont, és... Mi történt? Elveszem a telefonodat. Egy hónapra el fogom venni. De hát akkor persze, hogy szakít velem. Nem érdekel, megérdemled. És ide fölrakom. És onnan nem veheted el. Ha elveszed, akkor... mit vegyek el? Elveszem. Akkor... Nem. Jó, anya, inkább ne is mondd. Ennyi elég is volt. Oké. De most már befejeztem. Mondtam nekik, hogy ez nagyon rossz döntés, csak léci, add vissza a telefonom. Nem. Hát azért nem így vagy. Aztán majd... holnap elmegyünk.
elmész az iskolába. Jaj, akkor meg már utána valami olyasmi hírt fogok kapni, hogy esetleg megvertél valakit. Anya, nem légy, add vissza a telefon. Nem adom vissza a telefonodat. Tanulj ebből az esetből. A szüleik, azok nincsenek. Ők is ugyanolyan piás, ők is ugyanúgy sok piát ittak. Kiküldték a gyereküket, és most ők laknak itt egyedül, mert elvileg a nagymamájuk nagyon gazdag. Értem. Értem. Akkor most jelentsem föl őket? Szerintem igen.